Sziasztok, vízöntők! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösen, ha feliratkoztatok. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és aminek még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és nagyon remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy a következő hónapban, október, november és december milyen energiákat várhatsz. Az élet bármely területén megnézzük mind a szerelem és a kapcsolat, valamint a pénz és a munka jelentéseit a lapoknak. De mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak, és engedd el a többit. De kezdjünk hozzá! A kirakásod középpontjában a kelyhek 6-os áll. A kelyhek 6-os az egy nagyon kedves, nagyon nosztalgikus energia, valamint kreatív is. Ez lehet, hogy néhányatoknak gyerekekről szól a következő 3 hónap, mert jelenthet azt is, hogy gyerek születik, de azt is jelenthet, hogy gyerekekkel dolgozol, vagy valami fontos dolog történik a gyerekeiddel kapcsolatban. De ez mindenképpen jelenti ezt a nosztalgikus, kedves, törődő energiát, amit igazán a legjobban az ír le, amikor visszagondolsz a régi időkre, visszagondolsz arra, hogy milyen jó volt, amikor gyerek voltál, amikor fiatalabb voltál, és igazán eltöltesz egy pár percet, órát az emlékeid között. Tehát lehet, hogy néhányatoknak ebben az időszakban az emlékezés fontos téma lesz. De ez ugyancsak jelenthet olyan dolgokat, amikor valami a múltból visszaköszön. Tehát itt lehet, hogy találkozol egy gyerekkori ismerősöddel, barátoddal, találkozol régi kollégákkal, vagy rokonokkal, akiket már nagyon rég nem láttál. Igazán ez lehet, hogy a korábbi szeretőd, exed az, akivel összefutsz. És azt jelzi, hogy igazán visszagondoltok a régi időkre, hogy milyen jó volt együtt dolgozni, együtt játszani, vagy pedig együtt élni. Tehát itt mindenkinél más és más. Tehát megnézzük azt, hogy ez a többi lap alapján mennyire lesz releváns, de én úgy látom, hogy itt vagy gyerekekről van szó, vagy pedig valamilyen múltból visszaköszön. A kirakásod első lapja az érmék 9-es, a pénzügyi stabilitás, a függetlenségnek a kártyája, amikor nagyon keményen megdolgoztunk valamiért, és végre élvezzük a munkák gyümölcsét, ez a luxus, a jólétnek a kártyája. Tehát itt ez igazán mindenkinél másfajta jelentéssel bírhat. Nézzük meg először is a párkapcsolati jelentését. Ha egyedül vagy, akkor igazán ez a kártya jelzi azt, hogy a szabadságod fontosabb, mint hogy egy kapcsolatban légy, és nagyon megnézed, nagyon megválogatod azt, hogy kivel állsz kapcsolatba. Mert a függetlenséged, mint mondtam, nagyon fontos. Ha meglévő kapcsolatban vagy, akkor egyrészt az jelentheti, hogy a kapcsolaton belül megkapod az függetlenséget, amire szükséged van, ahhoz, hogy megvalósítsd az álmaidat. Jelentheti azt is, hogy a kapcsolat már túlesett a korai problémákon, és most már igazán élvezitek azt, azokat az előnyöket, amit egy tartós kapcsolat adhat. Tehát itt jelentett egy hosszú távú kapcsolatot, amikor már jól összecsiszolódtatok. Munkaterületén nagyon nagy jelentősége van, mivel ez egy érméke kártya. Jelenteti azt is, hogy ugye sok mindent elértél, sok mindenért keményen megdolgoztál, és úgymond jó körülmények között élsz. Jelenteti azt is, hogy néhányan már élvezitek a munkátok gyümölcsét, mert nyugdíjba vonultatok. Jelenteti azt is, hogy a saját vállalkozásodon dolgozol, tehát ez ebben a kártyában nagyon benne van az, de mindenképpen jelzi azt, hogy a munkádnak eredménye van. Még ha alkalmazásban állsz, vagy pedig a saját vállalkozásodat
növeled, mindenképpen jelzi azt, hogy a munkád sikeres. A következő kártyánk egy másik érme, az érmék 8-as. Az érmék 8-as a kemény munkáról szól, amikor nagyon jó szakember vagy, és nagyon sok energiát fektetsz abba, hogy elérd a céljaidat. Tehát, mint láthatod, itt ez egy repetitív munkát is jelentett, tehát lehet néhányatoknál ugyanazt a dolgot csinálod újra és újra. Nézzük meg, hogy mit jelent a különböző helyzetekben ez. Ha egyedül vagy, igazán jelzi azt, hogy nagyon sok energiát fektetsz abba, hogy találj magadnak egy párt, lehet, hogy sok randira mész, sok emberrel ismerkedsz, de próbálod egyensúlyozni a függetlenség utáni vágyadat. Meglévő kapcsolatban jelzi azt, hogy keményen dolgozol a kapcsolaton, hogy előre haladjon, hogy jó legyen, és igazán mindkét esetben jelzi azt, hogy a kemény munka, amit belefektetsz, az energiád, az meg fog térülni. Munkahely területén nagyon jó lap, mert jelzi azt, hogy nagyon sokat dolgozol, 7 nappal át életve dolgozol, sok energiát fektetsz abba, hogy sikeres legyél. Ha munkát keresel, akkor sok jelentkezést adsz fel, ha meglévő munkahelyed van, akkor 7 nappal át éve dolgozol rajta, de ez lehet a saját vállalkozásod is, és mindenképpen jelzi azt, hogy sok mindent fogsz elérni, amit szeretnél. Amikor ez a lap kijön, az egyik figyelmeztető az inkább az, hogy igazán jobban kell egyensúlyoznod azt, hogy mennyi időt töltesz a munkával, és mennyi időt töltesz a szeretteiddel. Különösképpen a gyerekeiddel, ha vannak gyerekeid, mert itt kapcsolódik a gyerekekhez. Aztán a következő kártyánk az érmék 7-es, egy másik érmék, tehát lehet, hogy itt a földi energia, az anyagiak néhányatoknál nagyon fontos ebben a hónapban. Érdekes, hogy visszafelé megyünk 9-8-7, de nézzük meg először is, hogy mit jelent az érmék 7-es. Az érmék 7-es az a kártya, ami arról szól, hogy igazán összegzed, elemzed azt, hogy amin eddig dolgoztál, amiben ennyi sok mindent befektettél, az megéri-e folytatni, meghozza az eredményt, amit szeretnél. Ez a kártya, ez a várakozásnak a kártyája. Úgymond, amikor elültettél nagyon sok dolgot a kertedben, és nézed azt, hogy hogyan fejlődnek, mi történik velük. Ha megnézzük, akkor a másik vonatkozásban jelenteti azt is, hogy a manifestálásod megvalósul. Tehát, hogyha szerelmi téren nézzük meg ezt a kártyát, ha egyedül vagy, és sok emberrel próbálsz ismerkedni, akkor elgondolkodsz azon, hogy érdemes-e folytatni, érdemes-e több erőforrást, energiát belefektetni abba, hogy megismerkedj valakivel. Meglévő kapcsolatban azt elemzed, hogy nagyon sok energiát fektettél ebbe a kapcsolatba, és érdemes-e folytatni, meghozza azokat az eredmények, amiket szeretnél. Munkahelyen is igazán ugyanezt jelenti, tehát beszéltünk arról, hálás keresel, akkor azon gondolkodsz, hogy folytasd, de a saját vállalkozás és a meglévő munkahely esetén is jelzi azt, hogy itt elgondolkozol azon, hogy érdemes-e folytatni. Tehát itt ami nekem érdekes, hogy nem úgy megy a lapok, hogy 7-8-9, hanem 9-8-7, tehát nem tudom, hogy itt néhányan úgymond visszafelé mentetek egy kicsit, de nézzük meg, hogy mi a következő lapok, hát ha az valamilyen segítséget ad. A következő az a botok 5-ös, a botok 5-ös, ez egyrészt a konfliktus és a versengésnek a kártyája, de ez nem jelenti a kemény konfliktust, mert ezek a fiatal emberek a kártyán treníroznak, edzenek az igazi harcra. Tehát itt általában, ha konfliktusról beszélünk, akkor a kártya által konfliktus az abból adódik, hogy a felek különböző háttérből jönnek, és ez okozza a konfliktust. Jelenteti a versengést is, amikor nagyon sok ember verseng azért, hogy ugyanazt a célt, ugyanazt a dolgot elérje. De nézzük meg, mit jelent ez a különböző területeken. Párkapcsolatok területén egyrészt jelentheti azt, ha
hogy az emberek, akik együtt vannak, ha kapcsolatról beszélünk, akkor különböző származásból jönnek, ez lehet faji származás, ez lehet vagyoni, igazán bármilyen különbség, ami lehet, hogy problémákat okoz a kapcsolatba. Jelenteti azt is, hogy versengés van a kapcsolatok területén, tehát lehet, hogy több hódolód van, aki szeretné a kegyeidet megszerezni, vagy te vagy az, aki olyan emberrel szeretne együtt lenni, akiért nagy az érdeklődés. Kapcsolatban is jelenthet versengés, tehát lehet, hogy van más érdeklődő is a társad iránt. Tehát ez mindenkinél másképpen rezonál. Ha megnézzük a jelentését a munkaterületén, ha munkát keresel, akkor lehet, hogy nagyon sokan pályáznak ugyanarra az állásra, és ezért kell ezt a repetitív folyamatot végezned. De jelenti azt is, hogy egy olyan iparágban, vagy egy olyan cégben dolgozol, ahol nagy a versengés, tehát lehet, hogy van egy előreléptetési lehetőség, amit nagyon sokan meg szeretnének szerezni. De az üzleti életben is jelentheti azt, hogy sok szereplő van a piacon, és mindenki próbálja megszerezni ugyanazt a szeletet a piacból, vagy pedig egy nagyobb szeletet. Aztán a következő lapunk az a Kejhek 7-es. Nagyon érdekes, hogy ez kötődik az Érmék 7-eshez, és majd meglátjátok, hogy milyen szempontból kötődik. De beszéljünk először is a Kejhek 7-esről. A Kejhek 7-es az arról szól, hogy nagyon sok lehetőség közül kell választanod, és nehezedre esik. Jelenteti azt is, hogy túl sokat álmodozol, rózsaszín ködben nézed a világot, és emiatt igazán nem tudsz választani. Tehát, ha ez a kártya kijön, akkor általában több dologra kell odafigyelned. Egyrészt, hogyha sok választási lehetőséged van, akkor próbálj több információt szerezni, és próbálj logikusan végigmenni ezeken a lehetőségeken, és úgy dönteni. Ha pedig túlságosan álmodozol, akkor próbálj lejönni a realitásba egy kicsit, mert az az, ami segít neked. Tehát ez általában a ködösségről szól. És ha visszaemlékszel, az Érmék 7-esnél beszéltünk arról, hogy igazán próbálsz valamit manifestálni, próbálsz valamit létrehozni, és várod azt, hogy ez most bejön, vagy nem. Amikor a Kejhek 7-es kijön, akkor ez azt jelenti, ez a kettő együtt, hogy azért nem valósul meg, amit szeretnél, mert nem vagy tiszta. Tehát nem egyrészt, ha próbálsz manifestálni, próbálsz úgymond kozmikus rendelést leadni, akkor ez a kártya azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit akarsz. És azért nem tudja, hogy mit akarsz, mert lehet, hogy egyik nap azt mondod, hogy szeretnék egy új állást. A másik nap azt mondod, szeretném, ha a saját vállalkozásomba dolgoznék. Lehet egyik nap azt mondod, hogy szeretnék egy új társat, a másik nap, jó egyedül. Tehát az a baj, hogy itt olyan ellentétes dolgokat kívánsz egyik napról a másik napra, ami zavarodást okoz. Tehát nagyon fontos, hogyha valamit próbálsz manifestálni, akkor folyamatosan ugyanazt kéred. De nézzük meg ezt a lapot a különböző szempontokból. Tehát a kapcsolatok területén, ha egyedül vagy, lehet, hogy nagyon sok lehetőség van előtted, sokan versengenek érted, sok opció van előtted. Lehet, hogy túlságosan álmodozol a kapcsolatokról, de ugyanezt jelenti a munkaterületén, hogy lehet, hogy nagyon sok út van előtted, lehetőség, ami közül nehéz választani, és egy kicsit, egy kicsit sokkal, tehát kicsit jobban oda kell figyelni arra, hogy leszűkítsd a lehetőségeket. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az nekem mindenképpen jelzi azt, hogy ez a kirakás segített,
és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, akiknek szüksége van rá. És neked ez csak egy gombnyomásba telik, tehát remélem, hogy már meg is nyomtad a like és a feliratkozás gombokat, de mindig nagyon szívesen olvasom a kommentben azt, hogy hogyan rezonál ez a kirakás az életetekkel kapcsolatosan, ha megosztjátok. És ennek milyen jó lap jött ki az uralkodó nő, ami a stabilitás, a prosperitás és az anyai gondoskodásnak a kártyája. Tehát általában ez itt arról szól, hogy valami születik, valami létrejön az életedbe, ami hosszú távon fogja befolyásolni az életedet pozitívan, bőségesen. Tehát itt ez a uralkodónő terhes a kártyán, ami jelezheti gyereknek a születését. Ezt azért is emelem ki, mert mind a uralkodónő, mind a kelyhek hatos jelenteti gyerek születését, különösképpen együtt. Tehát néhányatoknál lehet, hogy egy új embert üdvözölhettek a Földön. De ez a kártya nagyon jó mind a párkapcsolatok, valamint az üzleti élet területén is. Párkapcsolatok területén jelzi azt, hogy egy új, stabil kapcsolat születik, ami hosszú távon befolyásolja az életedet pozitívan, stabilitást, szeretetet hoz az életedbe. Meglévő kapcsolatok területén is jelzi azt, hogy a kapcsolat megerősödik, a kapcsolat sokkal szeretetteljesebbé válik. Pénz, karrier területén jelzi azt, hogy egy nagyon jó lehetőség van előtted, ami hosszú távú bőséget és stabilitást hoz az életedbe. Ez lehet egy új lehetőség, ez lehet egy saját vállalkozásod. Mindenképpen jelzi azt, hogy valami történik az életedbe, ami hosszú távú stabilitást és bőséget hoz. Ez egy kreatív energiát is tartalmaz, tehát néhányatoknál lehet, hogy a kreatív területen dolgoztok, különösképpen a kelyhek hatossal. Aztán folytassuk a következő lap, a kardok ásza, tehát az ászok, mint mindig, valamilyen új kezdet, tehát valami új lehetőséget jelent. Ez lehet egy ötlet, ez lehet egy új állás, egy új kapcsolat, vagy a meglévő kapcsolatban, a munkahelyen egy új fejezet, előreléptetés, ami mindenképpen mentálisan nagyon jó hatással van rád. Ez a győzelem, az áttörésnek a kártyája, valamint jelenthet szerződést is. És az igazságot is. Tehát lehet, hogy az igazság ebben az időszakban úgymond kiderül. De ez mindenképpen egy új kezdetet, egy új fejezetet hoz az életedbe. Az utolsó lap az a botok kettes. A botok kettesnek a története az az, hogy nagyon sok mindent elért a kártyán lévő illető, és bár sok mindent elért, azon töpreng, azon tervez, hogy mi az, amit még elérhet, mert az egész világ előtte van, a lábai előtt. Tehát ez mindenképpen a tervezés, az előrelátásnak a kártyája, valamint a döntésé is, amikor két út közül kell választanod. Ez a régi út, vagy pedig egy új út. Tehát itt mindenkinél ez másfajta döntés jelent, tehát itt ez a döntés, mint láthatod, kötődik ehhez a kelyhek heteshez, ahol beszéltünk arról, hogy sok lehetőség van előtted, és ez a botok kettes elhozza azt, hogy döntened kell. Döntened kell, lehet, hogy több ember közül, döntened kell a karrieredben, igazán ezt te tudod, hogy milyen döntést kell meghoznod, de mindenképpen tudni fogod azt, hogy milyen döntést, melyik a jó döntés a számodra. Tiszta lesz az út előtted. És ha megnézzük, az alján a lapnak, a paklinak a bolond van, ami a nulla, valamint az új kezdet. Tehát én úgy látom, hogy néhányan lehet, hogy féltek ettől az új kezdettől, vagy féltek megtenni azt a kezdő lépést, ami igazán elvisz ezen az új úton. Ami nagyon érdekes a számok szempontjából, hogyha megnézed a kirakást, az alján, a pakli alján volt a nulla,
Az ász jelzi az egyest, kettest, hármast, hiányzik a négyes, ami a stabilitás kártyája, az ötös, hatos, hetes, kétszer, nyolc és kilenc. Valamint a tízes is hiányzik, ami a befejezését jelenti egy szakasznak. Tehát ami nekem itt ebből kijön egyrészt az, hogy van előrehaladás az életedbe, tehát mindenképpen az, különösképpen ebben az időszakban úgy látom, hogy lesz előrehaladás, ami hiányzik, mint mondtam, a négyes, ami a stabilitás. Tehát lehet, hogy a stabilitáson kell egy kicsit dolgoznod, ami szerintem kötődik itt ehhez a heteshez, ami egy kicsit lehet, hogy összezavart vagy. És szerintem, ha azon dolgozol, az lehet, hogy behozza azt a tízest, ami a célod elérését jelzi. Tehát igazán ennyi van számotokra, kedves vízöntő. Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.